tárgy megnevezése SCP-031, a szeretet. Besorolási osztály, Euclid. Speciális elzárási eljárás. Az SCP-031 jelenleg a korai Népi Demokratikus Köztársaság Penyan városában található Rudzson Hotelben van. Mivel az országban, ahol található, jelenleg egy tekintélyelvű rezsim uralkodik, amely szinte teljes mértékben ellenőrzi az állami és nemzeti médiát, minimális annak a lehetősége, hogy az SCP-031-jel kapcsolatos információk a világ tudomására jussanak. Mivel az említett rezsim az alapítvánnyal is együttműködik a helyszín fizikai biztonságának fenntartása érdekében, az alapítvány munkatársai utasítást kaptak, hogy tartsák be az utasításaikat, amennyiben azok nem akadályozzák az alapítvány nagyobb céljait. A Rudzson Hotel épület arra szolgál, hogy a központi toronyban elhelyezze SCP-031-et. Három másodlagos torony, a központi piramistól 120 fokos távolságban, 9-es típusú mennyei penge korlátozó rendszereket tartalmaz, amelyek arra vannak kalibrálva, hogy a központi torony felé összpontosítsanak egy bomlasztó energiamezőt. Bár a rendszer nem képes megakadályozni SCP-031 fizikai menekülését, de megakadályozza, hogy SCP-031 pszichikai energiái kiszabaduljanak az építményből és hatással legyenek a helyszínen tartózkodó személyzetre. A szálloda kármentesítése jelenleg is folyamatban van. A helyi kormányerők lángszorokkal és vegyszeres permetezőképekkel felszerelt, fegyvédelmi ruhába öltözött személyzetet alkalmaznak az SCP-031 által érintett területek fertőtlenítésére. A lassú haladás és az SCP-031 védelmi képessége miatt azonban a helyreállítási munkálatok drasztikusan elmaradnak a tervezettől. Az SCP-031 pszichikai képességei által érintett személyzetet azonnal ki kell iktatni, hogy megakadályozzák, hogy bioanyaguk beépüljön a fizikai mátrixába. Leírás. Az SCP-031 egy több mint 7500 kg tömegű amorf organizmus, amely beszivárgott az épület csatorna rendszerébe és karbantartási infrastruktúrájába. Az SCP-031 központi tömegéből kiinduló csápok a szálloda vízvezeték és csatorna rendszerén keresztül az épület mind a 105 emeletére kiterjedtek. A csúcsponton a szálloda 3000 szobájának több mint 75%-át fertőzte meg SCP-031. A kármentesítési erőfeszítések a kezdeti fertőzés 100%-át elpusztították, de még mindig több mint szoba érintett SCP-031 által. Az SCP-031 indái egy hüvelyszerű struktúrában sporokkal végződnek, amely egy körülbelül 2 méter hosszú tojásdat szerkezetből áll, és a főtestből több csillószerű struktúra ágazik ki. A sporokarp elsődleges funkciója a spórák termelése és kibocsátása. Bizonyos esetekben az SCP-031 sporokarp jelenlétében az alanyok egy olyan szemét látnak, akihez a múltban szoros érzelmi kapcsolat fűzte őket. Az SCP-031 sporokarpja átalakul az érzékelt személy alakjává, és megpróbálja meggyőzni az alanyt, hogy hosszabb ideig maradjon vele. Az SCP-031 sporokarpja ezután megkísérel fizikai kapcsolatot létesíteni a célszemélyekkel, a csillószerű struktúráival. Emésztőnedveket fecskendeznek az alany testébe, és húsát elfogyasztják, majd beépítik SCP-031 testtömegébe. Eközben egy másodlagos csilló elnyeli az alany koponyáját és agyát, és saját indáival helyettesíti az ereket, amelyek valamilyen még fel nem fedezett módon képesek az érintett agy életben tartására. Az indák lefejezik az alanyt, és az alany koponyáját visszaszállítják az épület csatorna rendszerén keresztül, ahol az beépül a központi tömegbe. A megfigyelő drónok által készített felvételek azt mutatják, hogy jelenleg koponya van az SCP-031 központi tömegéhez csatlakozó indák hálózatában. Minden jel szerint a bennük lévő agyak még élnek, és talán tudatuknál vannak. Történelem. Az SCP-031-et 1948. 10. hó 22-én találták meg, miután ellentmondásos rendőrségi feljegyzések készültek egy városban történt zavargást követően, ahol több civil gyűlt össze egy menekültábor körül, ahol szerelmet és odaadást vallottak egy szektaszerű vezetőnek, akit a szeretetnek neveztek. Az első kapcsolatfelvételt és felmérést követően a civileket inhalációs nyugtatók és érzéstelenítők széleskörű szétosztásával békítették meg. Az MTF PSI 7 képes volt visszaszerezni az SCP-031 központi tömegét és elszigetelni.
Az SCP-031 kezdeti formájában egyetlen, kb. 75 kg tömegű homályosan humanoid alakú amorf lényből állt. Még nem mutatkozott benne az a képesség, hogy emberi bioanyagot fogyasszon el és építsen be magába, és nem volt semmilyen tudatbefolyásoló tulajdonsága azon kívül, hogy a szeretet és az odaadás szokatlan érzéseit keltette volna. 1948. 11. hó 16-án az SCP-031-et biztonságosnak minősítették, és a létesítményben szigetelték el. Sajnos a koreai konfliktus, amely 1950. június 25-én kezdődött, az alapítvány Pyeongchangi tárolóhelyének megsemmisüléséhez és a benne lévő anomáliák elvesztéséhez vezetett. A konfliktus végére 1953-ra az összes többi anomáliát számon tartották, visszaszerezték vagy megerősítették, hogy megsemmisült, kivéve SCP-031-et, amelyről azt feltételezték, hogy elveszett és a vadonban van. Az alapítvány eszközei először 1992-ben szereztek tudomást SCP-031 újbóli felbukkanásáról, amikor a Penyeni Rujong Hotel építése hirtelen leállt. A helyi rezsimmel kapcsolatot tartó személyzet megerősítette, hogy egy rendellenes hatás következtében számos, a szálloda építésén dolgozó munkás eltűnt, és az alapítvány mobil munkacsoportját küldték ki a vizsgálatra. Az MTF minden tagja elesett, és a helyszínt pedig lezárták és tiltott területnek nyilvánították. A Rujong Hotelen több mint 16 évre leállt minden munka, eltekintve a mennyei penge korlátozó rendszerek telepítésétől a másodlagos tornyokon. 2008-ban az SCP-031 fokozott beszivárgása az épület infrastruktúrájába azt eredményezte, hogy külső személyek is felfedezhették, így a helyi rezsim azonnal elrendelte, hogy ablakokat szereljenek fel az építményre, hogy elrejtsék az SCP-031 létezését mások elől, ami további építőmunkások elvesztését eredményezte. Sajnos ezt úgy fogták fel, mint az épület építésének újraindítását, ami azt a várakozást keltette, hogy a szerkezetet a jövőben valóban befejezik és megnyitják a nyilvánosság előtt. Egy éven belül megkezdődtek a kármentesítési munkálatok, amelyek során láng és oldószer kibocsátó berendezéseket használtak az SCP-031 indái és porokarpok elpusztítására, és minden csapatot egy politikai tiszt kísért, akinek feladata az SCP-031-hez asszimilálódott személyzet megsemmisítése volt. A jelenlegi időpontban a visszaszerzési erőfeszítések még mindig folyamatban vannak. Az alapítvány személyzete továbbra is kapcsolatot tart a helyi rezsimmel, és figyelemmel kíséri a lassú, de folyamatos haladást. Egyes függelék, kivonatok a RISA e-mail szerveréről. Feladó Eleanor Jones, a RISA társigazgatója. Címzet, iratkezelési iroda 2201. Tárgy, az irattárban lévő iratanyag, az SCP-031-es különleges elszigetelési és eljárások hiányos aktája. Csapat, van egy kérdés, amely azonnali tisztázást igényel. A Rujong Hotel a proto-afro-ázsiai kultúra csoportból származó, tudatbefolyásoló tárgy helyeként szerepel. Amint látják, ez ugyanaz a hely, mint ez az agylopó húshálózaté. Ez a két tárgy egyáltalán kapcsolatban áll egymással? Ez a hotel valamiféle KNDK-beli elszigetelő létesítmény? Ha igen, akkor ezt be kellene írnunk az objektum speciális elszigetelési eljárások fájáiba. Kérem, válaszoljon a lehető leghamarabb. Eleanor. Amennyire a csapatom meg tudja állapítani, úgy tűnik nincs kapcsolat a két objektum között. Valójában ellentmondásos jelentéseket kapok a szigetelő csapatoktól azzal kapcsolatban, hogy valóban létezik-e valamelyik objektum vagy sem. A 1427-es csapat ragaszkodik ahhoz, hogy a szálloda a steril helyszíne, és ott nincs agyevő húshálózat, és a KNDK kormány része a szigetelési eljárásoknak. Aztán ott van az SCP-031-es csapat, amely ragaszkodik ahhoz, hogy a KNDK kormánynak részvétele pusztán politikai indítatású, azaz nem akarunk belekeveredni, amíg ők gondoskodnak róla, és nincs olyan dolog, hogy az épületben található egy agyat befolyásoló tárgy. Ami aggasztó, tekintve, hogy két tudatbefolyásoló anomália van egy azon térben, és két csapat két külön történettel van itt. Lehetséges kelet-szamotrákiai helyzet? Gwen. Rendben, valakinek a végére kell járnia ennek. Nem lehet hasznos adatbázisunk ilyen nyilvánvalóan ellentmondásos információkkal. Legyen az elsődleges feladata, hogy ezt megoldja. Eleanor. Megteszem. A nyomkövetőbe 0000
F99ZX néven került be, a testvérjegy 001427 F99ZX néven. Gwen. Csapat, kaphatnék egy frissítést ezzel a kérdéssel kapcsolatban? Eleanor. Elnézést kérek, azt hiszem nem volt világos, hogy a további frissítéseket a tracker rendszeren keresztül küldjük ki. Információkat gyűjtünk és felmérjük a helyzetet, tájékoztatni fogjuk Önöket. Gwen. Csapat, már 3 nap telt el, megkaphatnám a kért frissítést? Vagy legalább egy határidőt, ameddig ez a probléma megoldódik? Eleanor. Amint azt a 22. nyomkövetési frissítésben említettem, a probléma sokkal bonyolultabb, mint vártuk, ezért a főhadiszállásról fizikailag is el kell küldenünk egy embert Pennyámba, hogy kivizsgálja. Eltartott egy ideig, amíg átjutottunk az észak-koreai bürokrácián, és elintéztük a papírmunkát, hogy átcsoportosítsuk Jenny feladatait, amíg ő távol van. Gwen. Csapat, már 2 hét telt el. Miért nem történt frissítés ebben a kérdésben? Ez egy rendkívül időérzékeny kérdés, és az Önök haladásának hiánya rendkívül kiábrándító. Meg kell oldanunk ezt a problémát, mielőtt Maria kénytelen lesz közbelépni. Eleanor. Biztosíthatom, hogy az Ön utasításai szerint a probléma megoldása a legfontosabb feladatunk. Kereszthivatkozásokat végeztünk a dokumentáció között, és úgy tűnik, hogy az egyetlen eltérés az, hogy vannak eltérések. Az egyik projekt összes dokumentációja belsőleg konzisztens, és a másik projekt összes dokumentációja belsőleg konzisztens. Csak akkor van értelme a dolognak, ha összeillesztjük őket. Próbáltunk beszélni mindkét csapat projektvezetőjével, de úgy tűnik egyikük sem tud a másik létezéséről. Úgy gondoltuk, hogy valamiféle téridő párhuzamos dimenziókkal kapcsolatos dolog lehet, ezért mindkét csapat egy-egy tagja megpróbált ugyanott találkozni a Rujong Hotelben a főbejárat előtt. Nem tudták megtalálni egymást annak ellenére, hogy megerősítették, hogy mindketten ugyanott voltak ugyanabban az időpontban, fényképek időbélyegzőkkel csatolva. Ezután a két csapattag megpróbálta találkozni egy a szállodán kívüli helyen, és sikerült is találkozniuk. Amikor megpróbáltak együtt visszatérni a szállodába, elvesztették egymás nyomát, és végül nem találták meg egymást. Megpróbáltuk Jennyt elküldeni Pennyámba, hogy nyomozzon. Ez elég nagy fáradtság volt, mivel Észak-Koreában vízumkorlátozások vannak érvényben. Nem tudtak mindkét csapattal egyszerre találkozni, de mindkét csapattal egyenként tudtak. Mindkét csapat körbevezette őket az elszigetelő létesítményükben, és úgy tűnt, hogy minden rendben van. A 31-es csapat megmutatta neki a visszaszerzett helyiségeket és a takarító csapatokat, míg a 14-27-es csapat megmutatta neki a Staley helyét. Egyik csapat sem tudott közvetlen kapcsolatot engedélyezni az anomáliával a szigetelési eljárások miatt, de a távoli kamerák segítségével meg tudták erősíteni a létezését. A 31-es KNDK csapatnak fogalma sem volt arról, hogy a KNDK eszközeit a 14-27-es elszigetelésére használják és fordítva. Ez talán nem túl meglepő, tekintve az ottani információs ellenőrzéseket. Hogy a dolgok még rosszabbá váljanak, Jenny kapott egy hívást Amy-től, a Kraer kirendeltségéről, hogy mi a fenét keres egy Ryza munkatárs a városban. Kapcsolatban lépett velük, és ami a Kraert illeti, nincs és nem is volt semmilyen eszközük a Rujong Hotelben. Jenny odáig ment, hogy megkérte Eun-mit, vigye el a szállodába, és mutassa meg neki egy kicsit a környéket, és mikor odaért, nem találta nyomát sem az SCP-031-nek, sem a 1427-nek, sem az bármelyikhez kapcsolódó csapatoknak. Összefoglalva tehát 3 hét kemény munka után a bizonyítékokból arra következtethetünk, hogy a következők egyikének igaznak kell lennie. Első, az SCP-031 létezik, és SCP-1427 pedig nem. Második, az SCP-1427 létezik, SCP-031 pedig nem. Harmadik, mind az SCP-1427, mind az SCP-031 létezik, és a Rujong Hotelben van egy anomália, amely megakadályozza, hogy bármelyik csapat tudjon a másikról, vagy bizonyítsa a másik létezését. Negyedik. Sem az SCP-031, sem az SCP-1427 nem létezik, és a Rujong Hotelben van egy anomália, amely azt a benyomást kelti, hogy a Ryza központi személyzeténél létezik, de a KR kirendeltségi személyzetét nem érinti. 5. Az SCP-031 és az SCP-1427 egyike vagy mindkettő létezhet, de az is lehet, hogy nem létezik, és a KR kirendeltség egy tudatbefolyásoló kényszer hatása alatt áll, miszerint nem létezik. Vagy mi állunk olyan kényszer alatt,
hogy létezik. 6. A fentiek mindegyike, egyik sem, vagy néhányuk egyszerre igaz lehet a több világ elmélet, a párhuzamos univerzumok vagy az idővel kapcsolatos szarságok miatt, és ha van valami ötlete, hogy mi a szart tehetnénk, hogy ezt a szart helyrehozzuk, akkor hallgatom. Gwen. Hello csapat! Guinevere Kirkpatrickot azonnali hatállyal felmentették a 2201-es nyilvántartási iroda projektvezetői feladatai alól. A 2201-es iratkezelési iroda minden munkatársa a 000-0031F99ZX és 001-1427F99ZX jegyek megoldását tekinti elsődleges prioritásának. Amíg ez a probléma nem kerül megoldásra, semmilyen más projekten nem folytatódik a munka. Az ügy lezárásáig óránkénti jelentéseket kérek. Feladó Jones igazgató, nyilvántartási és információbiztonsági igazgatóság. Címzet minden rajza társigazgatónak. Tárgy, búcsú és egyéb frissítések. Jó napot kívánok a rajza munkatársainak. Még egyszer köszönjük a kemény munkát, a mai e-mail rövid lesz. 1. A Scuttle 3.14-es frissítése a 2207D pillanat felvételre frissült. Kérjük, emlékeztessék a csoportvezetőket, hogy jelentkezzenek be a tesztpéldányba, és erősítsék meg a megfelelő működést. Minden hiba bejelentést küldjenek el a Scuttle csapatnak, amilyen hamar csak lehet. Tudjuk, hogy ez azzal jár, hogy további feladatokra időt kell szakítaniuk a napjukból, de minél hamarabb befejezzük ezt a széleskörű stressztesztet, annál hamarabb tudjuk bevezetni az új verziót és eloszlatni néhány félelmet. 2. Szomorúan jelentem be, hogy Eleanor egészségügyi okok miatt úgy döntött, hogy visszavonul. Ez a bejelentés engem is meglepetésként ért. Egészségügyi válságának hirtelensége miatt nem tudott elbúcsúzni tőlünk, mielőtt átszállították volna a kórházba, ahol értesüléseim szerint szépen lábadozik. Kérem, várják a következő e-mailt, amelyben egy crowdfunding oldalra mutató linket találnak egy búcsójándékhoz, valamint egy címet, ahová kártyákat, ajándékokat és egyéb jó kívánságokat küldhetnek. Amíg nem tudunk egy új AD-t kinevezni, aki átveszi a projekteit, addig ideiglenesen feloszlatjuk a csapatait több különböző meglévő AD között. Várhatóan délre bejelentjük az új szervezeti táblázatot. 3. Kérem, szánjanak rá egy kis időt a következő heti csapat megbeszélésen, hogy átnézzék a kézikönyv 22/B szakaszát, a dokumentáció ellentmondásainak jelentése a munkatársaikkal, és győződjenek meg róla, hogy mindenki ismeri a megfelelő eljárásokat, amelyeket követnie kell, ha és amikor egy információs anomáliával találkoznak. Maria.